Tehát 25 év alatt, ha nem veszettek össze, akkor most ezzel nem fogtok összeveszni. A Bandikával nagy baj lett volna, 25 év alatt nem sikerült volna összevesznünk. De általában úgy történt mindig, hogy este összevesztünk, reggel kibékültünk, és hát ez mondjuk 10-nél több alkalommal nem fordult elő. Azt terveztük, mi ügyeskedőt leszünk, lesz ilyen égéség voltunk, reggel felmerünk, elég is egy szitába, veszünk egy újságot, egy kávészóba, egy kávét, előbb is lehet hallgatni. Napokat elolvassuk, hogy amikor a boltba és jönnek a vevők, aztán hazamegyünk, és mindenki végén. Igen, hát sors úgy kezdte, hogy ugye elhatároztuk, hogy szabadok leszünk. Igen, 25 év óta, hogy a saját magunk rabszolgái vagyunk, ezt nyugodtan kijelenthetjük. A Missionárról csak jót tudok mondani. A Missionártól csak pozitív dolgok. Legbarátságos, legjobb, legszakmai. Missionár az olyan, mint... Sziasztok! Sziasztok, mint hogyha az én családom lenne. Már több, mint barátság, én nem tudom, ez valami elképesztő. Ott voltam a kezdeteknél, egy viskolci grafikai biennálén, amikor Lacival meg a Zsoltal ittunk, mint a gödény. Hát a műanyag nyulak jutnak eszembe. Az első nagy műanyag nyul. Nem. Nem a műanyag nyúl, hanem a csoki nyúl pörkölt a bográsban. Volt egy emlékezetes nyúl kiállítás, utána volt egy játék kiállítás, és ez mind nagy buli volt. Az még az első romantikus korszak. Most is romantikus, csak most már olyan kicsit olyan klasszikus is. Megérte a 25 évet, tehát most már egy fiatal felnőtt évé vált a galéria. És az emberi emlék, hogy velük dolgozni. Én büszke vagyok, hogy ismerhetem őket. A rossz csontok. Ők a legjobbak. Mindig jók voltak. Amit velünk. Szeretem, imádom őket, és még 25-öt. Csak ezen az úton tovább nagyon sok jó egészséget és sok sikert és energiát, és a lehető legjobbakat kívánok, tiszta szívből. Most iszünk a Missionárt.